A Pentagon újra gondolja az ukrán hadsereg lőszerigényét, miután a háborúban hihetetlen ütemben fogy el a lőszer. Ennek keretében az Egyesült Államok gyorsítja a 155 mm-es tüzérségi lövedékek gyártását Ukrajna és Izrael támogatására egyaránt. Douglas R. Bush, az amerikai hadsereg logisztikai és technológiai helyettes államtitkára elmondta, a Pentagon célja, hogy 2025 végére elérje a havi 100 ezer lövedék gyártását a jelenlegi havi 30 ezer lövedékkel szemben. A szakértők megjegyzik, hogy a cirkálórakéták, a harci drónok és a páncélozott járművek fontos szerepe ellenére a tüzérség az, amely mindkét hadsereg gerincének bizonyult. mint egy háromezer többnyire ukrán teherautó veszteg el a lengyel-ukrán határ lengyel oldalán. Lengyel fuvarozók tiltakozása miatt közölték vasárnap éjjel az ukrán hatóságok a teherautókon üzemanyag és humanitárius segély is van. A lengyel kamionsofőrök azért kezdtek tiltakozásba, mert véleményük szerint Varsó nem tette leget, hogy megakadályozza külföldi versenytársaik térnyerését. Az ukrán határon lévő három átkelőhöz vezető utat torlaszolták el. Kijev is Varsó egyelőre nem tudott olyan megállapodásra jutni, amely véget vetne a tiltakozásnak. Oleksandr Kubrakov, ukrán miniszterelnök helyettes közölte, Jahodinnál 30, Ravaruszkánál 10, Krakovecnél pedig 16 kilométeres sor torlódott fel a határ lengyel oldalán. Az ukrán hatóságok szerint havonta 40-50 ezer teherautó lép át Lengyelországból Ukrajnába, ami a kétszerese az orosz támadás előtti mennyiségnek, de az elzárt átkelőkön jelenleg óránként csak pár jármű tud átjutni. Jelentős a kamionsor a Záhonyi határátkelő helyen, a lengyel és szlovák fuvarozók blokádja miatt. A magyar és ukrán vám és határrendészeti szervek folyamatosan dolgoznak a feltorlódott kamionsor gyors átléptetésén. A Tisza híd és az átkelőhely befogadó képessége azonban nagyban korlátozza a lehetőségeket, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A tájékoztatás szerint a magyar és az ukrán hatóságok összehangolt munkájának eredményeképp a kamionforgalom áteresztése nőtt, a vámszolgálatok mindkét oldalon azon dolgoznak, hogy tovább bővítsék kapacitásaikat. A lengyel és szlovák blokád miatt egyre több fuvarozó veszi az irányt a túlterhelt, de mégis megbízhatóan működő záhonyi határátkelőhely felé a személyforgalom határátléptetését a kialakult helyzet nem befolyásolja, ugyanakkor a határátkelőhely megközelítésekor a kamionsor miatt fokozott figyelemmel kell közlekedni, hívta fel a figyelmet a NAV. Elgondoljuk, hogy akkor mit értem el, hova jutottam, mit tettem meg, hogy az életem áldás volt, öröm volt, hogy éppen kudarcokkal telt a Beregszászi járási guton a vasárnapi tiszteletet követően a református templomban emlékeztek meg a Málenyké robotra elhurcoltakról. Az alkalmi műsort követően felolvasták annak az 56 férfinak a nevét, akik soha nem térhettek haza. Több okból fontos. Én annak örülök, hogy ez egy, tehát nem, a, nem úgymond az egyháznak külön kérése volt ez, hanem a, a gyülekezetnek, mint egyháznak volt a kérése, mert én azt látom, hogy a gutiak tényleg akár az örömüket, akár a, a nyomorúságaikat, nehézségeiket is most egyre inkább úgy akarják megélni, hogy nem hagyják ki belőle az Istent, hanem tanulva a múltnak a hibáiból is, bevonják az Istent az életükbe, és én azt hiszem, hogy ezért is fontos volt az ő részükről az, hogy itt legyünk, innen induljon el az egész, most is, meg máskor is. Sin József, a Kámkáz Beregszászi Járási Szervezetének elnöke kiemelte, kötelességünk az emlékezés, hiszen e személyek egyetlen bűne az, hogy magyarok voltak. A műsort követően az egybegyültek átvonultak a helyi emlékparkba, ahol csendes főhajtás mellett helyezték el az emlékezés koszorúit. Írva vagyon a Bibliában, hogy az a nép, amelyik elveszti kapcsolatát Istennel, arra nagy megpróbáltatások és kataklizmák várnak. Tehát itt történt a száz évvel ezelőtt Európában, ahol is a két legnagyobb nép Európában, az orosz és a német, elvesztette kapcsolatát Istennel, és szélsőséges rendszerek jöttek létre, amelyek a kommunizmus például a vallást tartotta a legfőbb ellenségének, mint tudjuk a fasizmus pedig a zsidókat. Amikor megérkeztek a szovjet csapatok Kárpátaljára, tehát rögtön havval kezdték, hogy egybe az embereket, és a kisbíróval kidoboltatták, hogy három napi kénysz munkára kell vonulniuk. Hát három napot kivérjük, így reménykedtek a férfiaink, de hát amint tudjuk a versekből is, három nap múlva ugyancsak elolhatta kedvük, és a mosoly is eltűnt, hisz rögtön felfedezték, hogy itt kivel is állnak szembe, hisz a puskás őrök kíséretében itt már nem engedték őket sehová, hanem irány a szóljai láger, ahol szörnyűséges körülmények közepette, nagyon rövid időn belül a vérhasnak és más betegségnek köszönhetően, tehát a kárpátai férfiak egy része már itt elhalálozott. Később még nagyobb megpróbáltatások vártak az emberekre, hisz voltak, akik hetekig utaztak mozdonyokba, távol keletre, kaukázusba, és azokat az embereket, akik útközben elhaláloztak, egyszerűen kidobták, vagy valami gyors, kisebb gödrötástak, és abba temették a férfiainkat. Sokat árul el magáról az a tény, hogy Gutról 102 férfiről tudunk, akiket elhurcoltak, akiket munkatáborokba kényszerítettek, és bizony hatalmas számban mérhető a vesztesség összesen 56-an, tehát közel fele a lágerbe elhurcoltaknak odamaradt. Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos a megemlékezés megtartása, mint ahogy a bibliais felhívja a figyelmet arra, hogy a, a megemlékezésre és a legnagyobb veszteséget elkönyvelő nép Európában talán a, a zsidó volt, akik örökbe hagyták a fiaiknak, hogy emlékezz, emlékezz a szörnyűségekre. Igen, erre azt szoktuk mondani, hogy a történelem az élet tanítómestere, de úgy látszik, hogy a tanulók nagyon ö, rossz, tanulók lehetnek, hisz napjainkban újból háborúkról kell beszélnünk. A Málenki robot és a gulágra való elhurcolás máig élő trauma a gyülekezeti tagjaink számára. Erről már a helyi lelkipásztor beszélt stábunknak. Én azt látom igazából, hogy nagyon mély sebeket hagyott az emberekben, a református közösségekben is. Több olyan családi tragédiának volt ez az alapja, ami aztán családokat tettünk le, re, református családokat. Én azt látom, hogy nem, sokan nem dolgozták fel nagyon a, a gyászt, nem emésztették meg. És pont emiatt is kisiklott egy-két élet sajnos Igúton. Viszont ami egy nagyon különleges dolog, hogy ezek az események megtörténtek, tehát volt, aki nem dolgozta fel, félesült az élete, de az, ahogyan odálltak a másik mellé és, és felemelték, ez mutatja azt, hogy mennyire erős ez a közösség. Tehát amikor látják, hogy baj van, nem tudta feldolgozni, odaállnak mellé, és azt mondják, hogy Ta figyelj, itt vagyunk, és támaszkodj ránk. Ez egy, ez egy nagyon áldásos gyülekezet ilyen téren. Az idő sok lelki sebet begyógyít, viszont vannak olyanok, amik nem gyógyulhatnak, és soha nem feledhetjük ezeket, zárta gondolatait a Guti gyülekezet lelkésze.